Könnyű a háborúról beszélni a Starbucksból, a Fashion Street-en vagy a kontinens másik végéről. Én támogatnám személy szerint az ukránokat. It becomes a little different when you start sending troops in. Az ukrán határnál viszont érzik, mi a tettek tétje. Kárpátaljasiak vagyunk, és ha itt menne ki a fegyver, akkor Kárpátalját is szerintem lőnék, úgyhogy... Nagyon elegem volt már, hogy mindig a baloldali éttermiség próbálta megfejteni, mit meg hogyan kéne a háborúban. Nem tudnak segítenie kell Ukrajnának. Ha kell fegyverrel, ha kell bármi áron, és szerintem sokan vagyunk ilyenek magyarok. Úgyhogy megint felpakoltunk, hogy ezúttal Budapesttől Záhonyig az ukrán határig, Gyöngyösön, Nyíregyházán és egy sor vidéki településen keresztül megkérdezzük a valódi életet élő embereket arról, hogy kell-e fegyvereket vagy katonákat küldenünk a háborúba. Magyarok menjenek a háborúba, a másik más háborújába. NATO tagállamok vagyunk, azt kell csinálni, amit a NATO mond. Benne vagyok, mert Ukrajnába születtem. Értem. És akkor ez nekem fáj. Sziasztok, itt megint a Kopasz. Egyenesen a háborús övezet szomszédságából, ahonnan meghoztam nektek a vidéki ember csípős véleményét. Ez alkalommal már kitalálhattátok, hogy a háborúról. A legnagyobb belpesti turista fészektől indultunk, és egészen az ukrán határig mentünk, hogy átfogó képet kapjunk a jelenlegi helyzetről. Oh, it's bad, it's shit. We fucked ourselves. Hogy végre az átlag emberek is üzenhessenek a háborúzni vágyó hazai és európai politikusok. Húzza be a kéziféket, és itt a lába közt a szőrt számolgassák, és tanuljanak a történelemből. A testőrök, kordonok és páncélozott autók árnyékából jó néhány politikus nem érzi a veszélyt. De az emberek igen. Veszélyben vagyunk, igen. Úgy látom, hogy nagyon. Szóval ne is húzzuk tovább a szót, hanem kezdjük már el. Ahogy korábban ígértem, a baloldallal szemben mi nem feledkezünk meg a vidékiekről. Épp ellenkezőleg. Egy nap alatt 700 kilométert tettünk meg, hogy biztosan senki ne maradjon ki, amikor a legfontosabb kérdések elhangzanak. De hogy mindenkor eljusson hozzád az utca emberének véleménye, arra kérlek, hogy ne felejts el feliratkozni a csatornára, mert hiába hozzuk a válaszokat, ha te nem kapod meg azokat. Szóval kérlek, kattints a feliratkozás gombra. Köszönöm. Talán a baloldali propaganda, talán a lokáció vagy az érintettség mélysége teszi, egy biztos. A háborúról kissé mindenhol máshogy gondolkodnak az emberek. Éppen ezért szándékosan egy olyan helyen kezdtük a forgatást, ahol az egyfőre jutó turisták száma legalább 2, Starbucks, Burger King van bőven, és hétvégén templom helyett többen inkább a Zarába mennek. Budapesten először arra kerestük a választ, hogy kell-e Magyarországnak fegyvert vagy katonákat küldenie a háborúba? No. Otherwise, gonna be the third world war. Oh, so that will escalate the conflict? Absolutely, yes. Okay. Because from this perspective, you can think if European Union sent troops to Ukraine, Russian allies can send troops as well. Még mielőtt tovább mennénk a vidéki válaszokra, szögezzük le, hogy a fegyverek és katonák küldése nem valami légből szedett dolog. Karácsony Gergely pártársa még a napokban is ezt hangoztatta. Igen, Magyarországnak is fegyvert kéne szállítani a Ukrajnának. Az lenne a szolidáris, az lenne a természetes lépés. Emmanuel Macron pedig arról beszélt, hogy nem szabad kizárni annak a lehetőségét, hogy nyugati katonákat küldjenek Ukrajnába. És hogy mit gondolnak erről a határ közelében? Kárpátaljasiak vagyunk, és ha itt menne ki a fegyver, akkor Kárpátalját is szerintem lőnék, úgyhogy ne. Egyáltalán nem. Hát nagyon nem. Nem szabad küldeni senkit. Az a katona, az lehet, hogy a tetteste, valakinek a fia, és mi közök hozzá a Magyarországnak, ukrán háborúnak. NATO tagállamok vagyunk, azt kell csinálni, amit a NATO mond. A NATO egyik vezetője viszont nemrég arról beszélt, hogy kezdjünk el készülni a háborúra. You need to have water, you need to have a radio on batteries, and you need to have a flashlight on batteries to make sure that you can survive the first 36 hours. Per pillanat úgy néz ki, hogy az orosz hadsereg és az orosz gazdaság az jól állja a sarat, és nem hinném, hogy megérni ez a befektetés, hogy ebből lenne olyan, amiből pluszosan jön neki Európa. Az biztos, hogy a háború kitörése és a szankciók bevezetése óta az orosz GDP nemhogy csökken, de még nőtt is. Mint mondtam, különböző emberi helyzetekből különböző véleményekkel találkozunk. Egy dolog viszont mindenkiben közös. A háborúból nyerészkedő, láthatóan háborúpárti politikusokról megvan a véleményük. Ezért a kérdés az utcán hevert. Mit gondol a háborúpárti politikusokról? Konfliktus azt kerülni kéne, mert itt valami komoly háború elindul, akkor itt azért vége itt az atomfegyvereknek köszönhetően. The European Union was always meant to be a peace alliance, not a war alliance, so they should definitely not press
the war. Yeah. I think EU should listen to people. To Europeans, what's important for Europeans? Ehhez képest mást se hallunk Ursula von der Leyen-től, csak hogy hogyan fogunk keményen beleállni a háborúba. And we will stand up in this war. That is for clear that we will overcome and we will prevail. Én nem értek velük egyet, szerintem ebből ki kéne mindenképp maradni. Nem szabad háborúba menni. Én szerb vagyok és tudom, hogy a háború, oké? Nekik kellene kipróbálni először. Valószínűleg nem voltak még katonák, vagy nem értek át hasonló helyzetet. Úgyhogy én azoknak kívánom, hogy menjenek nyugodtan, hogy próbálják meg. Nem normálisak. Nem normális emberek. Az Európai Unióba azokat az idióta embereket le kell váltani. Húzza be a kéziféket, és itt a lába közt a szőrt számolgassák, és tanuljanak a történelemből. Ami fő lényeg, mert ezek egy se voltak katonák, én voltam katona 60-as években. És ha már ennyire heves érzelmeket vált ki az emberekből, ha a háborúról kérdezem őket, nem hagyhattam ki, hogy megtudjam, szerintük az ő életükből nézve, a belvárosban, egy vidéki nagyvárosban, vagy konkrétan a háború határán, mekkora a háborús veszély? Hát, ez politikustól függ. Van rá esély, minimális esély van. Én abszolút látom esélyét. Ez szerintem most elég nagy. Mi történik ez? Hát ez attól függ, hogy a szövetségeseink mit várnak el tőlünk. Elsősorban attól, hogy a szomszédban a politikai vezetés mennyire hajlamos szélsőségekre elragadtatni magát, hát leginkább ettől. Az biztos, hogy ha abból indulunk ki, hogy tőlünk északra, nyugatra és délre egyre többen fontolgatják, vagy már vissza is vezették a sorkatonaságot, vagy abból, hogy már az atomfegyverek telepítéséről beszélnek Svédországban és Lengyelországban is, akkor az aggodalom talán jogos is lehet. Hát sajnos esélyt látok rá, de nem szeretném, és bízom, hogy a kora is azon van, hogy ne kerüljön bele. Van rá esély szerintem, az emberektől függ igazából. Hát szerintem minden magyar ember békepárti, akár fideszes, akár nem fideszes, mindenki, senki se szeretne háborút. Szerintem jelent veszélyt. Belgi kormányzás alatt szerintem semennyire. Úgy látom, hogy nagyon. Szerintem nagyon. Hát nagyon. Veszélyben vagyunk, igen. Mivel az előző adásból kiderült, hogy az embereknek határozott véleménye van Magyar Péterről, hiba lett volna kihagyni a baloldal új messiását egy ilyen égetően fontos kérdéskörben, mint a háború. Ezért, hogy teljes legyen a kép, az a kérdésem maradhatott ki, hogy vajon belesodorhatja Magyar Péter Magyarországot a háborúba? Az alapkérdés itt a külpolitikában az, hogy mennyire önálló a Magyar Péter. Tehát, hogyha a Magyar Péter mögött erős üzleti körök vannak, akik azt mondják, hogy öreg, csináld, jó döntéseket hoztál eddig, le kell váltani a Fideszt, akkor ő talán megmer tenni lépéseket. Ha valóban ez a döntő szempont, akkor annyit tudunk, hogy Magyar Péter mögött ugyanaz a Datadat nevű kampánycég áll, amelyik Márki-Zay nyíltan háborúpárti kampányát is csinálta. Emlékszünk, ugye? Akár katonai segítségben is támogatjuk. Ön szerint bele tudná sodorni Magyar Péter Magyarországot a háborúba? Lehetséges. Könnyen lehet. Még egy-két ilyen furcsa megjegyzés, ami van is, hogyha hatalomra jutta, akkor természetes. Biztos. Biztos. És ön szerint Magyar Péter, ha hatalomra kerülne, ellen tudná állni a háborús nyomásnak? Ki tud majd ellenállni Orbánon kívül? Szerintem nem. Szerintem nem. És ha ilyen a közvélemény a háborúról és az alternatívákról, akkor jogos a kérdés, hogy miért nincs még pánik? Miben bíznak az emberek, hogy nem szabadult még el a háborús rettegés? Mert a félelem adott, de a kérdés, hogy vajon mit látnak? Mi a garancia arra, hogy kimaradjunk a háborúból? Hát csak a jó politika, semmi más. És ha ne legyen valamilyen nyomás Európa Unió túl, még a NATO-tól. Itt most a mostani politikusok, ez egy jó lépés tőlük, ez biztos, hogy minden áron a háború nem mondnak, de nem tudom, hogy az ellenzék mennyire van vele, de szerintem ezt kéne folytatni, és a többi országnak is, Franciaországnak is, nyilván még az olaszok velünk vannak, azoknak kéne, a többi országnak ezt belátni, hogy azokat az embereket nem kéne elküldeni a kész halálba. Csak ugye nehéz lehet ez, amikor még országon belül is akadnak olyan politikusok, mint például Karácsony Gergely, aki így beszél a háborúról. Hát éppen egy háborúban állunk. És szerencsére nem állunk háborúban senkivel. Hát én azt gondolom, hogy de. Mivel a miniszterelnök jobban van az orosz miniszterelnökkel, ezért így szerintem nem sok esély van rá, de mindenképpen minimális van. Hát szerintem akkor adni kell Orbán Viktornak a tanácsát,
és szövetségeseket kell elresnünk. Orbán Viktor? És Orbán Viktor, ameddig van, addig jó. Nem, ez nem túlzás. Nagyon sok ilyen emberrel találkoztunk, és csak a videó hossza miatt nem tettünk be többet. Ez a valóság. Tényleg abban bíznak az emberek, hogy a kormány észnél van, és nem akar belerohanni egy világháborúba. Sajtóértesülések szerint a háborús hergelésnek meglett az első nagyon komoly áldozata. Ugyanis a legfrissebb információk szerint a szlovák kormányfő Robert Fico ellen elkövetett merényletnek is közel lehetett ahhoz, hogy a politikus nem támogatta a háborút. Erre több videó is bizonyítékul szolgál, és egy hosszabb videót is készített erről Vukics Ferenc alezredes, amit ide kattintva majd ezután meg tudtok nézni. Mi pont a merénylettel egy időben forgattunk. Ezért muszáj volt megkérdeznünk az embereket arról, hogy mit gondolnak a Fico elleni merényletről. Azért csinálta az a valaki ezt a merényletet, mert Robert Fico mellé állt igazából Orbán Viktor mellé, és ők sem akarnak a háborúba beleavatkozni, és azt gondolom, hogy ez egy figyelmeztetés volt. Elképzelhető, hogy benne volt az, hogy ő úgy gondolta, hogy hibás lépés Szlovákia részéről, hogy felfüggesztett a fegyverszállításokat. Összefoglalva tehát valami olyasmi látszik körvonalazódni, mintha az emberek bizalma megrendült volna az őket képviselő politikusokban. Ami valljuk be, annyira talán nem csoda, hiszen Európa borzasztó gazdasági helyzetbe került, amit zömmel magának közölhet, és mindeközben már oda jutottunk, hogy azok a politikusok, akik arra esküdtek fel, hogy az európai embereket képviselik, az igazán komoly kérdésekben, mint a háború, teljesen figyelmen kívül hagyják az átlag európaiak véleményét. Ami joggal okozhat frusztrációt és félelmet. De vajon képes lesz Európa lerázni magáról ezt a daganatot úgy, hogy túlélje a műtétet? Lesz változás Brüsszelben? Ezt már írjátok meg ti kommentben. És ha tetszett a műsor, itt az utolsó alkalom a feliratkozásra, hogy legközelebb is találkozzatok az utca emberének véleményével. Én a Kopasz voltam, és köszönöm, hogy végignézted.